Mindenkinek. Good morning to everyone. Nagyszerű, hogy itt vagytok ezen a hideg reggelen is. It's just great to have you here in this cold morning. Ahogy szoktunk is. Let's pray as we usually do. Atyám, hálásak vagyunk, hogy vigyáztál ránk ma reggel is. Father, thank you for taking care of us this morning. Itt nagy kegyelem, hogy itt lehetünk és téged dicsérhetünk. It's great grace to be here and to be able to praise you. Jó a jelenlétedbe jönni. It's good to come into your presence. És azért imádkozunk, hogy ma reggel is erősíts meg minket, bátoríts minket. And we're praying to you to strengthen us, to encourage us. Kérlek, hogy legyél jelen a dicsőítésben. We're asking you to be present in the worship. És arra kérünk, hogy legyél jelen az igédben, ahogy olvassuk. And to be present in your word as we're reading it. Atyám, és puhítsd meg a szívünket. And soften our hearts, Father. Hogy amikor halljuk a hangodat, akkor jól reagáljunk rá. So that we could respond well when we hear your voice. Sőt, atyám, szeretnénk hallani a hangodat. Add, hogy halljunk ma téged. And we would like to hear your voice. May you help us to hear you. Kérünk, hogy áld meg a mai Isten tiszteletet. And bless this service today. Jézus nevében. In the name of Jesus. Amen. Dicsőítsünk. Let's worship. Jó reggelt, sziasztok, álljunk fel, let's all stand together. Amíg élek, amíg lélegzek, neked éneklek, mert megmentettél. És amíg száz évig járnám a földet, nem találnék nagyobbat ennél a szeretetnél. Milyen szavak mondhatnák el az Isten szerelmét? Micsoda képpel, micsoda képpel festednék be, amit érez felé? Thank you.
az több minden várnád. Szívemben szomjamat otthon, lelkeddel átja szerelmem. Bennem él, mit tőled kaptam én, az több minden él. Csodásabbad mindennél, szaladok hozzá, hogy élet vár. Csodásabbad mindennél, amin adsz, az több minden vágynál. Szívemben szólnyamat fordul, lelkeddel átjár szerelmem, bennem él. Now
amikor kínóztál, alázatos maradt, és szó nélkül tört. Mindnyájunk védke, ő rajta volt. Ő, aki nem ismert. Ha halált vállalt, ő bűnöltött helyettünk. Megtört a teste, kiárad vére, bűneinkért lett a pára szegezve. Isten arcától egy időre távol kerül, hogy mi örökre közel lehessünk. Közel lehessünk. S mit adhatnék én? S mit adhatnék én? Szívem nem tökéletes, úgy nincsen velem jó. De amikor felnézel arra, ki átszúrta, Krisztus él én bennem, aki önmagát adta értem, ezért én érte élek. Többé nem én, hanem Krisztus él én bennem, aki önmagát adta értem, ezért én értem élek. Halleluja, 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 halleluja.
Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat, ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is. Mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete, a nekünk adatott Szentlélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért. Hiszen még az igazért is alig, ha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával, a fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Sőt, ezen kívül még dicsekszünk is az Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a megbékélés ajándékában. Hogy bízhattál rám oly kincset, mit angyalok sem kapnak meg. Féltem évtán itt állok hát, Isten királyi trónjánál, és én felém két sebzett kéz a megváltó karjába száll. Ha szívem vágyás döfné át, ha Sátán bűnömmel kísért, egy szó és gyászom szétlebben, az Úr van itt, az egyetlen. Ú, áldom őt, ki küzd és győz, biztos bástya lelkem vár rá. Itt állok most trónod már, nincs több bűnnek, szent karjaid közt otthon vár. A feltámadt Jézus látom, meghalt értem, hogy megváltson. Ártatlan, bűntelen szentség, szépség, mit szemem látott még. Száz és száz szor, száz és száz szor, nem írhatja le fenségét. Itt állok most tronodnál, nincs több
nagy vagy, Úrunk, mind meglátjuk nagy, mi nagy vagy, Úrunk, mi nagy vagy, Úrunk, énekeljük nagy. Oh,
Oh Lord, so good to be in your presence this morning. To declare your greatness. To remember your love. Tetetedről, és a te kegyelmedről, és mindarról, amit tettél értünk, hogy bűnné lettél értünk, hogy te lettél az út az Atyához. És szeretnénk, Uram, ha az egész világ meglátná, hogy te milyen jó vagy. Taníts minket, erre kérünk. Hogy tudjuk tükrözni a te szeretetet azoknak, akik körülöttünk vannak. Hogy lehessünk tanúbizonyságai ennek a szeretetnek és kegyelemnek. Hogy mindenki meglássa, hogy te milyen nagy vagy. A te dicsőségedre. Jézus dicsőséges nevére. Amen. Sziasztok, szép reggelt kívánunk ismét. Hello, good morning to all of you. Ahogy helyet foglaltok, kérlek, hogy köszöntsétek a mellettetek külőket is. Or just say hello to each other as you're sitting down. Közben kérünk szépen, hogy a mobiltelefonjaitokat ellenőrizzétek, hogy biztosan le van a népzene, so hogy megszólaljon. So could you please check your phones? És mielőtt folytatjuk a zsidókhoz írt levéllel néhány gyors információ a gyülekezetünkben aktuális történéseire. Some information before the teaching. And it will be only in Hungarian, but you can follow it on the overhead projector. A nyárral kapcsolatban kicsit messze van még, viszont sokunknak le kell adni a munkahelyen a szabadságokat. Ezért szeretnénk elmondani, hogy mik a főbb események nyáron, amik történni fognak a gyülekezetünkben. Először is július 24-től 30-ig, július utolsó hetében ismét lesz lábnyom evangelizáció. Talán emlékeztek, hogy pár hete mutattunk egy videót, hogy mennyire jól sikerült a tavaly nyári utunk a Balaton körül, és idén nyáron is megszervezzük, tehát ez nyitva áll mindenki számára, hogyha tudtok, akkor tervezzétek be és gyertek majd. Illetve augusztus 7-től 12-ig és 14-től 19-ig lesznek a vajtai nyári konferenciánk. Az lesz a témája, hogy együtt, és nagy hangsúly lesz idén a közösség építésen, hogy együtt legyünk, és hogy arról tanuljunk, hogy mit is jelent együtt, egymás mellett élni és szolgálni gyülekezetben. Úgyhogy ha tudtok, akkor gyertek mindenképpen, talán más lesz, mint a korábbi évben ez a konferencia, tervezzétek be. Illetve ugyanígy az 1%, kicsit még messze van a határidő, de talán néhányatoknak már le kell adni. Kérünk szépen, hogyha tehetitek, akkor az egyházi 1%-ot a Magyar Pünkösdi Egyháznak ajánljátok fel, akik viszont támogatnak minket is. A civil 1%-ot pedig a Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesületnek. Ez nagyban segíti a munkánkat. Illetve, akik Balassa gyarmatiak, vagy pedig interneten néznek minket Balassa gyarmatról, nektek hirdetjük, hogy elindult egy új gyülekezetünk Balassa gyarmaton, Golgota Balassa gyarmat néven. Többet már nem mondom, Balassa gyarmat. Ha arról a környékről származol, hogy ismersz bárkit, akkor ez talán érdekes lehet a számodra. A Facebookon, ha fölmész, beírod, hogy Golgota Balassa gyarmat, akkor megtalálsz minden aktuális információt, hogy mikor és hol vannak az alkalmak. Köszönöm szépen figyelmeteket, és figyelj a szó. Tök könnyű mondani ezt, nem? All right, good day. We're glad you could be here today. Na, akkor szeretettel üdvözlünk mindenkit, jó, hogy itt vagytok. And if you have a Bible, take it and turn to Hebrews 9, por favor. És ha van Bibliátok, akkor nyissátok ki a zsidókhoz írt levél 9. részénél. We're having our ladies conference this weekend. Női konferencia van ezen a héten. If you were wondering why you were able to find a seat so easily today. Hogyha azon gondolkoztál, hogy ilyen könnyen sikerült most helyet találni még, akkor ez ezért van. Don't get used to it, sorry. De azért ne nagyon. But gondolt, hogy ezt hozzászokhatsz.
There's a scientific fact that when a man goes to a conference, women still come to church. De van ez a tudományosan is igazolt tény, hogyha a férfiak elmennek konferenciára, a nők azért még mindig jönnek a gyülekezetben. But when women go to a conference, de amikor a nők mennek el konferenciára, men stay home. Akkor a férfiak otthon maradnak. And I'm not blaming them. They don't know what to do with the children. Én nem bádolom őket, hát nem tudják, hogy mit csináljanak a gyerekekkel. Ponytails and hajukat ott megcsinálni. I can usually tell when the dad brought the kids to kids class. Azt is meg tudom mindig mondani, hogyha itt a vasárnapi iskolába a papa hozta a gyereket. Two different colored socks. Akkor két különböző színű zokni van rajta. Two different shoes sometimes. A cipő sem mindig egyforma. You know. They're wearing, you know, they let the little girl pick out what they wanted to wear that day. Like, whatever you want. Hogy a kislány azt vegyen fel, amit csak akar. I want to be a princess. There's princesses akkor, today. Akkor oké, én hercegnő leszek ma, jó? So, it's just a scientific fact. That's what happens. De hát ez tudomány is. No. Igazolta? But they're having a great weekend and the Lord's really blessed that time. Jól mennek a dolgok, nagyszerű hétvégéjük van, az Úr megáldja, tényleg. If you're new here, thanks for coming. Ha új vagy itt, akkor örülünk, hogy eljöttél. Listen, if you're not new here, thanks for coming. De ha nem vagy új, akkor is. Okay. But we're looking at the book of Hebrews, and we've been talking about this idea of Jesus being better. Better in every way, better in everything. A zsidókhoz írt levelet tanulmányozzuk már egy ideje, azzal a címmel, hogy Jézus jobb. Jézus mindenben jobb. His words are better. A szavai jobbak. His plan for you is better. A terve az életedre jobb. His sacrifice, it's better. Az áldozata jobb. Better than anything you could ever imagine for your own life. Sokkal jobb, mint amit te valaha is el tudtál volna képzelni a saját életedre. And we've come into the ninth chapter and we've been looking at this idea, and actually it's been a few weeks we've been talking about how Jesus's sacrifice is better. És most, hogy a kilencedik részhez érünk, már egy pár alkalom óta arról beszélünk, hogy Jézus áldozata hogyan jobb. And so we're going to just pick right into there, starting in verse 15, and we'll get right into our chapter. Tehát akkor most mindjárt bele is vágunk a 15-ös vers. 15-ös verstől, igen. Től. And let me just say, if my theme for today is the following. És hadd mondjam még el azt, hogy a mai tanításnak a témája. It's this. Watch out for Christian inoculation. Hogy legyél résen az ilyen keresztény, megcsaladtatással kapcsolatban, hogy valami fajta doktrinákat így rád sóznak. Watch out for being inoculated as a Christian. Okay, does that make sense? Magyarul? Mm-hmm, tehát, hogy ilyen... hát az már nagyjából, így... igen, már... Szóval, értelek, hogy így megmondjuk. Tudod, hogy értelek. Yes. It's a difficult szóval idea. Vigyázz arra, hogy így nagyon megmondják neked, hogy mit gondolj. And I'll explain that in a moment, okay? Na de el fogom ezt én magyarázni. Let's mindjárt. Begin in verse 15. Tehát akkor a 15-ösnél, versnél kezdjük. Így tehát új szövetség közben járója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét. The writer has been talking about how that Jesus's sacrifice is the greatest gift he could have ever offered. A levél szerzője itt arról beszélt, hogy Jézus áldozata a legnagyobb ajándék, amit valaha is csak adhatott volna. And one of the reasons is because his death brings in a new promise, a new covenant with God. És ennek az az egyik oka, hogy a halála által egy új szövetségnek az ígéretét tette lehetővé. Let's read verses 16 and 17. És olvassuk tovább a 16-os és 17-es verseket is, mert ahol végrendelet van, ott a végrendelet kérő halálának is be kell következnie. Mert a végrendelet csak halál esetén érvényes, amíg a végrendelkező él, addig érvénytelen. This concept is pretty understandable, I think. Ez az elgondolás azért elég világos, azt hiszem. Someone dies and then their will becomes effective.
Valaki meghal, és akkor a végrendelete ezzel hatályossá válik. Right? Imagine like some uncle you never knew died. Mondjuk képzeld el, hogy valami nagybácsi, akit nem is ismertél soha, meghal. You get a phone call. És egyszer csak felhívnak telefonon. This uncle you never knew died and he left you millions of forints. Hogy ez a nagybácsi, akit nem is ismertél, meghalt, és rád hagyott több milliót. Right? His will, because some of you are like, dear God, please. És akkor az some of you are praying for that now. Végrendelete az, amiért hát így imádkozhat, hogy jaj, Istenem. Hát it's a clear idea that like once someone dies, then their will becomes effective. Tehát ez egy világos elképzelés, elgondolás, hogy amikor valaki meghal, akkor a végrendelete érvénybe lép. When Jesus died, the promise of eternal life now becomes a reality. Amikor Jézus meghalt, akkor az örök élet ígérete vált így valóságossá. God's plan to save the world now came into effect. Isten terve arra, hogy megmentse a világot, ezzel életbe lépett. Let's read verses 18 through 22. És akkor most a 18-astól a 22-esig olvassuk tovább, mert amikor Mózes a törvény szerint az egész népnek minden parancsolatot elmondott, vette a bikák és bakok vérét vízzel, vörösgyapjúval és izsóppal együtt, és meghintette a könyvet, és utána az egész népet e szavakkal. Ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Isten rendelt számotokra. Aztán hasonlóképpen meghintette vérrel a sátort, és az Isten tisztelet minden eszközét is. A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. It's so interesting because the Lord's had us talking about this the last couple of weeks. Ez annyira érdekes, hogy az Úr úgy vezetett bennünket, hogy erről beszéltünk már az utóbbi pár hétben. If you were here last Sunday, we had a guest. Ha itt voltál múlt vasárnap, vendégtanítónk volt. And Rich, he was talking about how they anointed a leper who was healed. És Rich arról beszélt, hogy a leprást hogyan kenték meg, hogy meggyógyuljon. Right. Blood on the ear, the hand, the thumb, or the toe, the thumb, and the hand. Szóval, hogy vérrel megkenték a fülcimpáját, és a lábujját. And he made the point that he said that only happened to the leper and the priest. És rámutatott arra, hogy ez csak a leprásokkal történt meg, és a papokkal. And so we looked at that on Sunday. És ezt néztük meg vasárnap. Now on Wednesday nights we're studying Exodus. Szerda esténként a kettő Mózes könyvét tanulmányozunk. And guess what the chapter was that we happened to be looking at this Wednesday. És vajon melyik fejezetet néztük meg most szerdán? The anointing of the priest. A pap felkenetését. The same. So we looked at the leper and the priest. Tehát megnéztük a leprást, aztán pedig a papot. And what we are seeing, what we saw last week, Wednesday, and now this week, is that Judaism and Christianity are bloody religions. És hát amit láttunk múlt vasárnap, meg szerdán, meg most is látni fogunk, hogy a judaizmus és a kereszténység az véres vallás. You were waiting for some spiritual point. No, that's just, it's very messy. Valami, very, very messy. Lehet, hogy valami ilyen szellemi üzenetre vágtál, de itt most azt mondom csak, hogy ez nagyon, hát véres, mancsos. And they're listen, it's extremely, if you just consider it, it's very offensive. És gondolj bele, hogy azért ez mennyire sértő. Here we read about like on Wednesday night we talked about how they would you know put the blood on the priest. És szerdán beszéltünk arról, hogy vérrel, hogy kenték meg a papot. And then they would they did a wave offering and Rich said you could ask me, I'll just tell you what that is. It's disgusting. És akkor egy meglóbáltak egy áldozatot, és Rich elmondta, hogy majd én el fogom mondani, hogy ez milyen, hát elég undorító. Cut up a ram. Tehát ott volt egy kos, azt így felvagdalták. And then they took it and they waved it around. És akkor fogták, és így körbe, hát fölle fúszogatták, és csapkodtak fölle. Yummy. Gemilyen, jó. And then they sprinkled blood all over their clothes.
És aztán a vért ráintették a ruhájukra mindenfelé. Over all of the articles in the tabernacle. És meghintettek vele minden tárgyat a szent sátorban. Over the entire tent itself, they would sprinkle blood all over the tent. Az egész sátorba szétfröcskölték a vért. This is disgusting. If this doesn't bother you, I don't know, something's wrong here, people. This is gross. Ez azért elég, hát undorító, hogyha ez téged nem szavarna, akkor veled van a baj. And there was nothing like... Okay, here's my point. We have a tendency of romanticizing sacrifice. Na, szóval az a lényeg, hogy mi úgy hajlamosak vagyunk ilyen romantikus képet festeni az áldozatról. Oh, they sacrificed a lamb. Oh, feláldozták a bárányt. You know, ew. These things, you know, I mean, okay, let me just try to put it like this. What if our summer conference was sacrifice? Na, vagy mondjuk képzeljétek el, hogyha a nyári konferenciánk egy ilyen áldozatról szólna. You know, the Bible says we're all we're priests in God's kingdom. A Biblia azt mondja, hogy mindnyájan papok vagyunk Isten királyságában. For 7 days they sacrificed bulls and rams and spread it all over the priests. 7 days. 7 napon keresztül áldozták föl az állatokat és hintették meg a vérrel a papokat. What if that was our nyári konferencia? You know? Most mi lenne a nyári konferenciánk? I'll bet you we'd have the smallest number ever. Az biztos, hogy olyan kevesen lennének, mint még soha. Because it's gross. Hát, hogy azért ez az embert, ez it's nagyon offensive. Taszítja. Sacrifice is an offensive thing. Hát ez egy nagyon bántó, sértő dolog. But here's what happens. We become inoculated to sacrifice. De az a helyzet, hogy tulajdonképpen így be vagyunk oltva valami fajta olyan tanításokkal, hogy az áldozatról másképp gondolkozunk. We become inoculated to the idea of blood and death in our religion. Tehát a vallásunkon keresztül, mint egy ilyen oltást kapunk a vérrel szemben. And you know, imagine, you know, I think we all understand the idea of like a normal inoculation. Tehát egy ilyen normál oltás, azt tudjátok, hogy miről van szó. They give you a little bit of a virus. Tehát adnak neked abból a vírusból egy kicsi adagot. Right. And it's not enough to do. It's just enough to keep you from getting the sickness in a bigger way. És ez csak pont arra jó, hogy utána ellenállni tudjál annak, hogy a betegséget egy nagyobb dózisban megkapd. Yeah, so it's not enough to do major damage. Tehát ez nem elég arra, hogy nagyobb kárt okozzon a szervezetedbe. It's enough to inoculate you from that disease. Hanem elég ahhoz, hogy hát egy ilyen oltás, on keresztül immunitást adjon abban a betegséggel szemben. And I mean, like millions of people have been saved because of inoculations. És emberek millióinak életét mentették meg ezek az oltások. We're not dying from diseases that people used to die from all the time. És már nem halnak meg emberek olyan betegségekbe, amikben régen bizony meghaltak. You get just enough to keep you from getting the bigger thing. Tehát csak pont annyit adnak belőle, hogy a betegség erősebb támadásának ellene tudja állni. And I think that we have to be so careful that we don't become inoculated to the cross. És nagyon vigyáznunk kell arra, hogy valami ilyen értelemben ne szerezzünk, mint egy ilyen oltáson keresztül immunitást a kereszttel szemben. Because we live in a place where it's a part of our culture, it's a part of our history. Mert hogy olyan helyen élünk, ahol része ez a kultúránknak, a történelmünknek. Right? I mean, seeing Jesus on a cross is pretty normal. Hát az, hogy Jézust látni egy kereszten, az olyan normál napi. But do you understand that if we brought someone from the first century to here, tudjátok-e, hogyha most valakit az első századból valahogy ide időutaztatnánk, and they saw all the crosses everywhere, they'd be freaked out. És látnák itt ezt a csomó keresztet, ezen teljesen megrémülnének. It's like post-traumatic stress disorder, okay? Tehát ez egy ilyen pszichológiailag leírható sokkot okozna nekik. Look at our beautiful church and they're like, oh my, what is wrong with you people? There's crosses everywhere. Those are terrible. Mondanánk, hogy nézzétek meg, milyen gyönyörű templomaik vannak, és meg mondanánk, fú, veletek
mi a baj, hogy ide rakjátok ezeket a kereszteket? Look at my necklace, it's a cross. Ah, you know. Itt van a nyakláncom, és a keresztő megmondja, hogy júj, ne. You understand? But it's a part of our culture, it's a part of history, we just are used to seeing it. De hát ez annyira a része a kultúránknak, a történelmünknek, hogy teljesen megszoktuk már. And there's a great danger to that. És ennek nagy veszélye van. The danger is this. The danger is that we get just enough of the cross to make us think we're okay, but not enough to save us. Tehát ennek az a veszélye, hogy annyit kapunk a keresztből, hogy azt higgyük, hogy rendben vagyunk, viszont annyit azért már nem, hogy az elég legyen ahhoz, hogy tényleg üdvösséget hozzon a számunkra. Oh yeah, I know about Jesus, I know what he did, seen it, been there, saw the movie, we're good. Ja, persze, Jézus, ja, ismerem, igen, meg a filmet is láttam, oké, okay, persze, rendben. Yeah, I know the story, I get it. Persze, tudom a sztorit, ja. You know, and we get just enough of the cross to feel like we're a part of God's club. És annyit kapunk a keresztből, hogy abból már azt gondoljuk, hogy hát azért mi is bent vagyunk a klubba Istennél. But we haven't grabbed hold of the message of the cross in such a way that we've been born again. Viszont nem ragadtuk meg a kereszt üzenetét annyira, hogy az valóban újjászületést hozzon a számunkra. You know, do you remember, or maybe probably we don't, but you've seen it with little ones when they're so sensitive to kind of everything around them. Tudjátok, vagy nem tudom, emlékeztek a kicsik, a kisgyerekek, annyira érzékenyek a körülötte zajló dolgokra. You know, and as a parent, listen, and if you had people in your life who loved you, they tried to protect you from seeing the harsh reality of life when you were little. És amikor kicsi vagy, akkor a körülötted levő felnőttek, azok igyekeznek megkímélni téged attól, hogy a világnak az ilyen durvább, borzalmasabb dolgait megtapasztalt. You know, it's like there's things on TV that a two-year-old doesn't need to see. Egy csomó dolog van a tévén, amit egy két éves jobb, ha nem lát. I mean, let's be honest, there's things that a 20-year-old doesn't need to see either. Or, persze, you know. Aztán végül is van olyan, amit egy 20 évesnek is jobb lenne, nem látna, de... You know, there's some things that you can watch as an adult that you wouldn't let a little kid see. Szóval vannak dolgok, amiket azért úgy felnőttként megnézhetsz, de azért egy kicsi gyereknek nem engednék, because hogy nézze. They're sensitive and you don't want to crush that in them. Mert hogy olyan érzékenyek, és nem akarod ezt az érzékenységet szétzúzni bennük. You know, you don't want them to have to grow up so fast. Szóval nem akarod, hogy azért olyan túl gyorsan felnőttek legyenek. You know, they want to be, you know, it's like you want to protect that innocence. Tehát meg szeretnéd védeni az ártatlanságukat. You know, and there's cultures in the world where that doesn't get to happen for those, and that's sad. It's sad for that kid. És vannak olyan kultúrák, ahol ez nem így van, és azért ez elég szomorú az ilyen gyerekeknek. Why am I saying this? Because Judaism and as well Christianity was there's a horror to our faith that is shocking. Ezt azért mondom, mert a judaizmusnak és a kereszténységnek van valami a hitünkben, ami hát egy ilyen szörnyű. What do you think it was like for families to have to show up every year and offer a sacrifice? So, mit gondoltok, milyen volt, hogy egy család minden évben ment és bemutatott egy áldozatot? And you know, it's kind of so easy to just see it as like, oh, it's an act of worship and yes, but I'm talking about the practical element of actually watching this thing. It would have been horrifying. Tehát persze beszélhetünk arról, hogy ez milyen gyönyörű, hogy áldozunk Istennek, de ha most belegondoltok a dolog gyakorlati oldalába, hogy ott mi történt, és ez az áldozat hogy zajlott le. Who's been to a disznóvágás? Ki volt már disznóvágáson? If you haven't been to a disznóvágás, are you Hungarian? I'm questioning that. Vagy egyáltalán rendes magyar vagy te, ha nem voltál még? I've been to one and I'm not magyar. Okay? Én is voltam, de igen, nem vagyok magyar. I love a good disznóvágás. Okay? Szeretem el jó disznóvágás. But it's terrifying. De ezért elég rémisztő. My neighbor told me, hey, you want to come to my disznóvágás years ago. Pár évvel ezelőtt a szomszédom hívott meg egy disznóvágásra. Yes, please. Persze, megyek. I said, what time? And he goes, oh, you'll hear. Mikor lesz, majd fogod azt hallani. So, sure enough, man, I heard. És persze, hallottam is mindjárt. And I went out there and I thought, oh, wow. És akkor átmentem és néztem, hogy olyan. But imagine this is your job and this is all day long there's a sacrifice. Képzeld el, hogy ez a napi sacrifice. Munkád. Egész nap mennek ott az áldozat. You know, there you are with your family bringing your sacrifice. És akkor ott vagy a családoddal, hozod az áldozatot. You know? And then they kill an animal.
És akkor megölnek egy állatot. And what's your 2-year-old thinking? És most mit gondol ez a két éves? What's your 10-year-old thinking? Meg a 10 éves. You know, are they like, oh, what a wonderful act of worship to God? Oh, milyen csodálatos imádás a Istennek ez. I'm so glad we did that. Oh, annyira örülök, hogy ezt most megtettük. Yeah. No, they're terrified. Nem, meg vannak rémülve. Yeah, I mean, have you ever thought about how much crying was happening up on the temple area? És belegondoltál már, hogy mennyi sírás lehetett ott a templom körül? Dads having to try to comfort their kids. Ahogy az apák próbálják megvigasztalni a gyerekeiket. Just have I'm competing with a terrible song, okay? At least make it a good one, that's all I ask. Próbálok ezzel a dallal itt hát versenybe szállni, de legalább ami jobb lenne. Okay. So, you know, the whole way home you're trying to talk to your 7-year-old. I know that was hard. I know that hurt you. I understand. És akkor egész úton hazafelé azzal próbálod meg ott a kisgyerekedet vigasztalni, hogy igen, tudom, ez szörnyű volt, de azért remélem megérted. Why would they do that? That was so mean. Why would they do that? You know, and the crying. Kérdezi, hogy ezt most miért csinálták? Ez nem borzasztó volt. We have a tendency of romanticizing these things. Tehát azért hajlamosak vagyunk olyan romantikus képet festeni erről az egészről. And the Bible, listen, the Bible never romanticizes sacrifice. A Biblia viszont soha nem fest ilyen romantikus képet az áldozatról. It is a terrible and horrifying necessity. Hanem ez egy szörnyű és rémisztő, de szükséges dolog. It was required. Ez elő volt írva. But it was never like a good thing. De hát ez sose volt valami jó dolog. And yet here we are, you know, we're centuries down the road and it's just easy to be like, oh yeah, Jesus died, that was great, it was wonderful, you know, and there's a reality to that, but there's also a horror to that too. És most itt vagyunk több száz évvel utána, és akkor ez mindez olyan szépen hangzik, hogy igen, Jézus meghalt, feláldozta magát, de azért ennek az áldozatnak volt egy szörnyű valósága. I'm asking you to reconsider his sacrifice. Szeretném, ha ezt be így újra belegondolnátok az ő áldozatába. That it's a terrible reality. Tehát, hogy ez egy szörnyű valóság. And keep in mind, even Jesus said these things. És ne felejtsétek el, hogy maga Jézus is ezt mondta róla. Do you remember what the Bible tells us he prayed in the Garden of Gethsemane? Emlékeztek rá, hogy a Biblia mit mond arról, hogy hogyan imádkozott a Getsemáné kertben? He didn't say, oh man, I'm so happy, I'm so excited about this. Nem azt mondta, tomorrow the cross. Ó, jaj, úgy örülök neki, már alig várom holnap a kereszt. No, what did he say? Nem, hát mit mondott? The God who knows all things. Hogy Isten, aki mindent tud. He knew the value of sacrifice. Ő tudta az áldozat értékét. And that it was absolutely necessary. És ez teljes mértékben szükséges volt. And yet in the garden he prayed, if there is any other way, let that be. De a kertben ott azért imádkozott, hogy ha van valami más mód, akkor úgy legyen. So the death has been a necessary reality. Tehát a halál az egy szükséges volt, hogy megtörténjen. But it's not a, we don't need to romanticize this idea as being a good thing. No, it's a terrible reality. De nem szükséges ilyen romantikus szemüvegen átnézzük, hanem ez egy szörnyű dolog volt. And the fear that I think we all need to have a little bit in our world today, in our culture, is that we get just enough of the cross to think we understand, but we're not willing to go further to be born again. Tehát arra kell vigyáznunk, mert ez egy valós veszély, hogy csak annyit kapunk a keresztből, hogy egy kicsit értünk belőle, de ez nem elég ahhoz, hogy valóban újjá is szülessünk. You see, and this is why the writer there at the end of verse 22 says this. És ezért van az, hogy itt a levél írója a 22. vers végén azt mondja, without the shedding of blood, there's no forgiveness. Hogy vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. I mean, this whole thing, this whole sacrifice, all of it is so that we could be forgiven. Tehát ez az egész dolog, az egész áldozat azért van, hogy nekünk bűnbocsánatunk lehessen. If God was not interested in forgiving you, there would have been no sacrifices. Hogyha Isten nem akart volna megbocsátani neked, akkor nem kellett volna legyen áldozat sem.
But there is. Our entire faith is built upon truly it's bloody, it's messy. De az egész hitünk erre a véres és hát ilyen undorító valóságra épül. It's a terrible reality. Tehát azért ez egy borzasztó dolog. That God went through so that we could be forgiven. Isten azért ment ezen keresztül ő maga, hogy neked bűnbocsánatod lehessen. Let's look at verses 23 and 24. És akkor nézzük meg a 23-as és a 24-es verset. Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg, magukat, a mennyei dolgokat azonban ezeknél külön áldozatokkal. Mert nem emberkéz alkotta szentébe, az igazi képmásába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt értünk. So what does this mean? Mit jelent ez? Every year they were offering animal sacrifices. Minden évben bemutatták az állatáldozatokat. A bull, a ram, a lamb. Bikákat, kosokat, bárányokat. And in essence, the whole system was a band-aid on a bigger problem. De az egész rendszer tulajdonképpen csak egy ilyen tapasz volt, egy sokkal mélyebb bajra. Basically, it was a yearly band-aid. Tehát ez egy ilyen évente megismételt tapasz volt. But it wasn't going to last. De ez nem adott tartós megoldást. And the reason was is because it only had impact here on earth. És ennek az az oka, hogy ez csak itt a Földön bírt hatással. But when Jesus came, amikor Jézus eljött, akkor and where did he come from? He came from heaven. Ő a mennyből jött. God stepped out of eternity into our world. Isten kilépett az örökké valóságból, hogy belépjen a mi világunkba. And when he did that, his sacrifice has impact in this life and in the life to come. És amikor ezt megtette, akkor az ő áldozatának hatása volt erre az életre is, meg az eljövendő életre is. So his sacrifice has earthly and heavenly value. Tehát az ő áldozatának van földi és mennyei értéke is. It has yearly and eternal value. Van az évenkénti hatással levő értéke, meg örök értéke is. So his, because he is from heaven and from eternity, his death has an eternal implication. Azért, mert ő a mennyből az örökké valóságba jött, ezért az áldozatának is örökké való hatása van. This is why Jesus said, I go to prepare a place for you. És ezért mondta Jézus azt, hogy elmegyek és helyet készítek in nektek a mennyben. In my father's house are many mansions. És az én atyám házában sok lakóhely van. We have a heavenly inheritance. Tehát nekünk mennyei örökségünk van. Why? Miért? Because Jesus came from heaven. Mert Jézus a mennyből jött. His kingdom is a heavenly kingdom. Az ő királysága az egy mennyei királyság. So his sacrifice and his resurrection have it's like a resonation that goes throughout all of eternity. Tehát az ő áldozata és feltámadása az olyan, amelynek a hatása az egész örökké valósággal elér. You know, when they offered an animal as a sacrifice, it was just good for one year. Tehát amikor egy állatáldozatot hoztak, az csak egy évig számított. But when Jesus gave himself, that has eternal value. Amikor viszont Jézus adta magát áldozatul, annak örökké való értéke van. It has heavenly value. Mennyei értéke. Let's read verses 25 through 28. És akkor olvassuk el a 25-östől a 27-esig. Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogyan a főpap megy be évenként a szentélybe más vérével, mert akkor sokszor kellett volna szenvedni a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye, másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre.
These are some great verses right here. I love these verses. Nagyszerű versek ezek. Szeretem őket nagyon. And the key here to these verses, the key to understanding this whole thing is this idea when he says once for all. És a kulcs ezeknek a megértéséhez az, amikor yes. azt mondja, hogy egyszer és mindenkorra. Once for all. Egyszer és mindenkorra. There are many most of the ministries of Jesus in our lives are continual. A legtöbb olyan szolgálat, amit Jézus végez az életünkben, az folyamatos. Jesus, we're told, is praying for you and me. Jesus is praying. These are continual ministries. Yes. Tehát Jézus imádkozik, értünk, folyamatosan right? közben jár. He's praying regularly for you. Tehát ő rendszeresen Even. Imádkozik érted. Okay, the Bible tells us that he speaks to us. És a Biblia azt is mondja, hogy szól hozzánk. Okay, he's continually speaking to us. Folyamatosan szól hozzánk. The Bible says that he's guiding us. Vezet bennünket a Biblia okay? szerint. And that's ongoing in our lives. Ez is egy folyamatos vezetés okay. az életünkben. Aren't you glad that those ministries are not once for all? És nem örülsz nekik, hogy ezek nem olyan, hogy most akkor egyszer és mindenkorra. What if Jesus said, I have prayed for you once for all? Mintha Jézus azt mondaná, hogy na imádkoztam érted, és akkor most ezzel egyszer és mindenkorra lezártuk. And you'd say, Lord, I could use a little prayer right now. Hát, Uram, azért még most is jól jönne, még imádkoznál újra egy kicsit. No, I've prayed once for all. Nem, már ezt én egyszer right? és mindenkorra megtettem. This is terrible. What if he said, I'll speak to you once for all. Ez elég borzasztó, és ha meg azt mondaná, hogy már szóltam neked egyszer és mindenkorra. 10 years down the road, you know, and listen, here's one of our biggest fears. És aztán 10 év múlva, na, szóval itt van az, okay. amitől igazán félünk. And we think wrong, by the way. És persze ezt rosszul gondoljuk. Okay. We think that he only speaks once for all. Mert hogy most gondoljuk, hogy ő csak úgy szól egyszer, és aztán And we kész. Think, oh man, I think I missed it. És akkor azt mondom, hogy fú, ezt most elvétettem, nem I think figyeltem. He spoke and I didn't get it. És szólt, és akkor én meg nem vettem észre. And now I'm lost in a forest. És akkor most itt benne vagyok a sűrűjében. I don't know what I'm supposed to do. Na most mit fogok csinálni? And God's already spoken, you know, he's you know. Isten már szólt. Sometimes we think he's like, you know, like a teacher who says, you know, when you say, "Could you explain that?" No, I already explained that. Azt hiszik, hogy olyan, mint ez a tanár, akitől megkérdezett, hogy akkor elmagyaráznád? Nem, már elmagyaráztam egyszer. Just one more time. No. Még egyszer? Nem. And we think God's like that sometimes. És néha azt gondoljuk, hogy Isten is ilyen. But God didn't say I've spoken to you once for all. De ő nem azt mondta, hogy egyszer is mindenkorra szóltam. Or the most terrifying if we thought of God guiding us once for all. Vagy a legborzasztóbb, hogyha azt gondoljuk, hogy Isten egyszer is mindenkorra adott útmutatást. We imagine like we got saved and Jesus said that way. Megtértünk, Jézus azt mondta, hogy na akkor arra. Once for all. Egyszer is mindenkor. You know, and then the rest of your life you're like, wait, which way was that? És aztán utána az életed egész többi részébe csak így kóvályogsz, hogy Why didn't I write it down? You know, miért nem írtam le akkor? I should have had a compass to see which way it was pointing. You know? Iránytű, ha lett volna nálam, hogy merre is. Aren't you glad that those ministries that Jesus has in our lives, they're not once for all? Szóval ez nem jó, hogy Jézusnak ez a szolgálata nem ilyen, hogy egyszer és mindenkorra így lezáródott. Azért ez jó. It's wonderful that he's constantly speaking, constantly leading. De csodálatos, hogy így folyamatosan beszél, folyamatosan vezet, és folyamatosan imádkozik. But when it comes to sacrifice, de amikor az áldozatról van szó, that was once for all. Na, az egyszer és mindenkorra történt. Jesus does not need to keep dying for you. Jézusnak nincs szüksége arra, hogy folyamatosan halljon, meg He érted. Died once for all. Egyszer és mindenkorra ezt megtette. And what does that mean? What does it mean once for all? Mit jelent ez, hogy egyszer és mindenkorra? It means all people. Ez magában foglal minden embert. I mean, think about that for a second. Azért gondolj bele egy kicsit. It's Sunday, so you're in a good mood, so you'll be gracious. But just think about it. Már most vasárnap van, most olyan jobb kedved van, és akkor kegyelmesebb vagy, de azért Jesus gondolj bele. Jesus died for everyone. Mindenkiért meghalt. Everyone. Mindenkiért. Has the opportunity of eternal life. És mindenkinek megvan a lehetősége, hogy örök életet nyerjen. The worst people in the world. A világ legrosszabb emberének is.
And if you're honest, you'll say that doesn't seem very fair. És ha őszinte vagy magadhoz, akkor azt mondod, hogy ez azért nem néz ki nagyon fairnek. And it's not fair. Nem is az. There's nothing fair about the grace of God. Isten kegyelme az nem fair. It's always unfair. Az valahogy mindig unfair, igazságtalan. It's always offered to those who do not deserve. Mindig olyanok kapják, akik nem is érdemlik. And so, for all people, Jesus' sacrifice is once for all people. Tehát Jézus áldozata az egyszer és mindenkorra mindenkié. But it also means for all time. És azt is jelenti, hogy minden időkre érvényes. That what he did on that day reverberates through all of history past and history to come. Az, amit ő ott akkor azon a napon tett, annak a hatása, mint egy ilyen hullámként végigfut a történelem visszafelé és előre is végig. Jesus does not have a hard time saying, you are forgiven. Jézusnak nem nehéz azt mondani, hogy megvan bocsátva a bűnök. Because what he did was once for all. Mert amit tett, az egyszer és mindenkorra mindenre vonatkozott. Now, if we're all honest in here, we're the ones that have a hard time with the forgiveness thing. Hogyha meccsületesek vagyunk, akkor rájövünk, hogy tulajdonképpen nekünk van bajunk ezzel az egész megbocsátással. They don't deserve it, they don't deserve it, I don't deserve it. Mi mondjuk azt, hogy ő nem érdemli meg, én se érdemlem meg. And every time you say that, Jesus says, I agree. Nobody deserves it. És ha ezt mondod, akkor Jézus azt mondaná rá, hogy persze, egyetértek, nem érdemli meg az senki. You never want to negotiate with God for what you deserve. És szerintem nem akarsz leülni tárgyalni Istennel arról, hogy tulajdonképpen mit is érdemelnél meg. Lord, let's talk about what I deserve. Na most akkor beszéljük ezt meg, hogy tulajdonképpen mit érdemelnék. That's a terrible idea. Na ez nagyon rossz ebbe belegondolni. But that is exactly what people will be doing who reject God's way of salvation. Na de azok, exactly what they'll do. Akik elutasítják Isten megváltását, azok pontosan ezt teszik. I mean, the cross stands high up, high, and Jesus says, this is the way. This is the way. Ott áll a kereszt magasan, és Jézus azt mondja, ez az út. But millions upon millions of people will one day stand before God and say, listen, I want what I deserve. I don't want what you did. Vannak emberek milliói, akik majd úgy állnak meg Isten előtt, hogy én azt akarom, amit én érdemlek meg, amit én tettem azért. What Jesus did for us was a terrible, terrible, horrifying event. Amit Jézus tett értünk, az egy szörnyű, borzasztó, rémisztő dolog volt. And absolutely necessary. Viszont teljes mértékben szükséges volt. So that he could show his love. Azért, hogy megmutathassa a szeretetét. And his forgiveness. És a bűnbocsánatát. And so what he did once for all. Szóval amit tett, az egyszer és mindenkorra tette meg. Now the writer of Hebrews says that, Jesus did this once. Tehát a levél szerzője az azt mondja, hogy Jézus ezt egyszer és mindenkorra tette. But then he goes on in verse 27, he says, and it's appointed for man to die once. És utána meg azt mondja, hogy elvégeztetett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak. And what that means is this. This is our time. This is it. És amit ezzel mond az, hogy ez itt az idő a számunkra. There is no life do-over. Tehát nincs olyan, hogy majd így valahogy ismételjük life, az életet, majd life, valami life. Második, harmadik, negyedik változatát. This is our time. Ez most itt az idő, az now, mi számunkra. Now, I said there's no second life, third life, fourth life. There is a second chance, third chance, fourth chance, fifth chance. Na most ez azért nem azt jelenti, hogy nincs második, meg harmadik, meg negyedik lehetőség, hogy nincs második, meg harmadik élet. You and I mean, God's grace means that we get opportunity over opportunity after opportunity. Isten kegyelme azt jelenti, hogy az egyik lehetőséget kapjuk még a másik után. But in this life. Ne, ebben az életben. Because it is appointed for man to die once. Mert hogy az elvégeztetett dolog, hogy az emberek egyszer meghalnak. And then we read that Jesus will come again a second time. És aztán olvassuk, hogy Jézus majd eljön újra egy második alkalommal. And it's real kind of simple here. És azért ez elég egyszerű. If you want Jesus to rescue you,
Ha azt akarod, hogy Jézus megmentsen, then you must consider the cross. Akkor a keresztre kell néz. Don't let yourself become inoculated to the cross. Ne engedd, hogy már így belegyél oltva valahogy a kereszttel szemben. Fight against it. Ez küzdj ez ellen. Reconsider his sacrifice. Gondolj bele újra abba, hogy mit jelent az áldozata. And so let me say it like this. Na, valahogy így mondhatnám. You best be certain that you've been born again. Tehát nagyon is ajánlatos, hogy győződj meg róla, hogy én tényleg újjászülettem. And so those of you that are born again, és azok, akik tényleg újjászülettek közületek, this is the one life that we've been given. This is it. Nektek pedig azt mondom, hogy hát ez az egy élet az, amit kaptunk. This is as close, listen, this is as close to hell as you will ever get. És hogy ennél közelebb már nem lesztek a pokolhoz, mint most. One day you're going to be with Jesus. Egy nap Jézussal lesztek. And we, I think that this entire section is meant to reignite a fire in the heart of God's people. És én azt hiszem, hogy ennek az egész szakasznak itt, amit olvastunk, az a célja, hogy újra lángra lobbantsa a tüzet Isten népének a szívében. That this is our time. Hogy ez itt az idő most, ami számunkra. That there's a world that needs Jesus. And listen, I need Jesus. Én, hogy itt van egy világ, aminek Jézusra van szüksége. Na jó, persze, nekem is rá van szükségem. But we become quite numb to these truths. De olyan érzéketlenekké válunk ennek az igazsága felé. Yeah, I know, I believe, I sing it, I do this. Yeah. Persze, hiszek, meg énekelem is, meg ja, csinálom a dolgokat. Maybe chapters like this are supposed to just kind of stop us in our and just make us say, oh yeah, what God has done for me is better than anything I'd ever deserve. Tehát lehet, hogy azért iratott meg ez a fejezet, hogy hirtelen így megálljunk és belegondoljunk, hogy mit is érdemelnénk és mit tett értünk Isten. So let God reignite fire in your heart for the gospel. Tehát hadd, hogy Isten újra egy tüzet gyújtson a szívedbe az evangélium iránt. And for sharing, for letting people know about Jesus. Hogy ezt úgy megoszd a másokkal is, hogy az emberek megtudják. If we really believe. Hogyha ezt tényleg hisszük. Then this is all that will matter in our lives. Akkor tulajdonképpen ez számít csak az életünkben. One day when we stand before God, you know, what's going to really matter? Seriously, what's going to matter? És tényleg, ha egy nap megállunk Isten előtt, akkor mi fog számítani úgy igazából? Very, very little of the things that we value today will matter on that day. Very little. Hát abból, amit most olyan nagyra értékelünk, abban nagyon kevés. And so we have a chance to just realign ourselves with God's priorities. Tehát van egy lehetőségünk, hogy hát Isten prioritásaihoz, fontossági sorrendjéhez újra hozzáigazítsuk magunkat. Sacrifice, heaven, these are God's priorities. Istennek ezek a fontosak, az örökké valóság, az áldozat, az örök élet. Let's pray. Imádkozzunk. Lord, I thank you so much for your word. Uram, nagyon köszönjük a te beszédedet. It's extremely, well, you know what, it's humbling. Hogy ez annyira meg alázatra indít minket. To again be reminded that somebody had to die for me. Hogy újra arra kell emlékeznek, hogy valaki meghalt értem, valakinek meg kell halnia. You know, it's easy over time, even especially as a Christian, to kind of feel like I'm good. És így, hogy az idővel olyan könnyű arra gondolni már mindig, hogy keresztényként különösen, hogy már jó vagyok. And yet, Lord, the Bible tells me I'm not good. De mégis, Uram, a Biblia azt mondja, hogy nem vagyok az. That I need forgiveness, I need salvation. Bűnbocsánatra van szükségem, üdvösségre. And you have made it possible. És ezt te tetted lehetővé. Once and for all. Egyszer és mindenkorra. And I thank you for that, Lord. És nagyon köszönöm ezt. And I pray, God, today that we would be, that you would confirm in our hearts, Lord, that we belong to you.
És arra szeretnélek kérni most, hogy erősítsd meg a szívünkben azt a meggyőződést, hogy hozzá tartozunk. That none of us would become immunized to the cross. Hogy senki se váljon immunissá a kereszttel szemben. Where we know but we haven't embraced. Amikor tudjuk, de nem fogadtuk el. And I guess I should give opportunity today if there's anybody here that wants to be certain that their lives belong to Jesus. És azt hiszem, most lehetőséget kell adjak, hogyha van itt valaki, aki nem biztosabb, hogy Jézushoz tartozik. You've accepted the culture, you know the truth, but you're not certain that you put your faith in Jesus. Tehát elfogadtad a kultúrát, ismered az igazságot, de nem vagy biztos benne, hogy valóban hiszel is benne. But you'd like to be certain today. De szeretnél biztos lenni. I want to pray for you real quick. Akkor szeretnék most gyorsan imádkozni. And if that's you, why don't you raise your hand so I can see who you are? És ha rólad van szó, akkor kérlek, emeld fel a kezedet, hogy lássam, hogy ki. Amen. Amen. Anyone else? Még más? Awesome. Lord, I want to thank you for those that have raised their hands today. Uram, szeretném megköszönni azokat, akik felemelték most a kezüket. They're saying, Lord, I want you in my life. Ezzel azt mondják, hogy téged akarlak az Forgive életemben. Me of my sins. Bocsásd meg a bűneimet. Cleanse me, God. Tisztíts meg, Istenem. I accept your sacrifice over my life. Elfogadom a te áldozatodat az én életemre. Speak to them now, God. Bless their lives, Lord. Szólj hozzájuk, Istenem, áld meg az életüket. For all of us, God, may we just kind of, Lord, let the fire grow stronger in us. És mindnyájunkért imádkozom, hogy legyen ez a tűz erősebb bennünk. We worship you, Lord, for your salvation. Imádunk téged ezért az üdvösségért. In Jesus' name. Jézus nevében. Amen. Amen. Reményem arra építem, mit Jézus vére tettem. Minden más oszlik, mint a hal, de Krisztus kőszikla marad. Reményem arra építem, reményem arra építem, mit Jézus vére tett értem. Minden más oszlik, mint a hal, de Krisztus kőszikla marad. Krisztusja! Krisztusja! A szeglet kő, a gyengének, a megmentő, viharhatunk, ő az Úr, ő az Úr. A sötétséget akarja, a sötétség. Leharkozom a sziklával,
szennek hasonnál. Megismer majd, hisz rám talál. Igazságába öltözöm, megállok majd a trón előtt. 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 Lord, today we don't want to take the cross for granted. Uram, nem szeretnénk a keresztet ma úgy venni, mint amit csak olyan könnyedén magától értetődő. So light a fire within us for the things of eternity. Tehát kérünk, hogy gyújts tüzet bennünk az örökké valóság dolgai iránt. Thank you for forgiveness. Köszönjük a megbocsátást. And Lord, thank you for what you went through so that we could be with you. És köszönjük mindazt, amin keresztül mentél, átmentél azért, hogy veled lehessünk. We want to live in you, Jesus. Benned akarunk élni, Jézus. In Jesus' name. Jézus nevében. Amen. Amen. God bless you guys today. Akkor Isten áldjon benneteket. If you need prayer, there'll be people here to pray for you. Ha imára van szükségetek, akkor itt leszünk előtt. Those of you that raised your hands earlier, please come down. We want to get to talk with you and pray with you more. Akik felemelték a kezüket, gyertek előre, és szeretnénk veletek még beszélgetni, imádkozni értetek. Mindnyájatoknak legyen szép hete, Isten áldjon benneteket. Won't last forever.